انا فادي راسي بعمل انا لا 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 Ay, cama tú me anda y lora quita quita la naira quita quita la la. Tú que de más muro traigo ora quita quita la naira. Ay, para tú te sea se te mera. Ay, galigan bares tú cama. Ay, para tú te sea se te mera. Y galigan bares tú cama. Ay, na 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 Mikor kezdtél el kacuérkodni azzal, hogy énekes legyél? Kiskoromban. Már énekeltem. Iskolába is felléptem. Akkor voltak ilyen rendezvények. Melyik zenei világot képviselted ekkor? Hát a cigán. Miket énekeltél? Hát roma zenéket. Cigán zenéket. Aztán jött az ifjúsági házban egy áttörés. Mi volt akkor? Mi történt? Eljött a Romengo, és a végén mondták a többiek, hogy énekeljek, és a Romengo az egyik Mazsi bácsi gitározott, és felvették, felrakták, és az TV2 meglátta, és felfedeztek, elhívtak Budapestre, énekeltem, vigyázz egy gyerekben vagyok. Örültél ennek a lehetőségnek? Igen, nagyon örültem. Hogyan készültél a pesti túrára? Hát jól. Izgultál? Hát egy kicsit. Aztán bekerültél a Roma tehetségi programba. Már Tatán voltál egy hetes ilyen képzésen. Mi történt ott? Mi zajlott ott a Tatán? Hát klippet csináltunk, mindenkel voltunk 13-an. 10 énekelték és 3 hangszeren játszottak. És nagyon jó volt, ott táncoltunk. Minden nap énekeltünk, olyan jó volt ottan. Nem akartam hazajönni. Azt mondtad, hogy nem szerettél volna hazajönni Tatáról. Mi minden zajlott ott? Hogyan nézett ki egy nap? Felkeltünk, zenével keltettek felsze, már 7 órakor, és aztán reggeliztünk, aztán gyakoroltunk, felléptünk, volt ilyen nagy, nem tudom, úgy hívták, hogy csillag, abban mindig felléptünk. Aztán volt, mikor fociztunk, voltak ilyen versenyek, csapatokat alkottunk, és úgy játszottunk. Miben változott meg az életed azóta, mióta bekerültél a köztudatba, szerepeltél a TV2-ben? Semmivel, csak egy kicsit híresebb lettem, más városokban felismernek. Például, amikor voltunk Szoboszlón, akkor is oda jöttek. És hogy esik? Jól esik az, amikor ismeretlen emberek megszólítanak? Igen, nagyon jól esik. Mindig szólnak hozzád egy-két kedves szót? Igen. Mit nagyon jó hangom mondani? Van. Hát, valaki nem ismert fel, azt mondta nekem, hogy Zsolti vagyok. De aztán mondta, hogy nagyon jó hangom van, nagyon tehetséges vagyok. Mi a mai álmod? Melyik színpadra szeretnél eljutni? Hát, az Xbox-ba szeretnék eljutni. Milyen céljaid, milyen terveid vannak? Hogy énekes leszek.